hálaadó ünnepséget tartott a Galgahívizen, a Szent Miklós templom felújításának és Nagy Árpád atya születésének 100. évfordulója alkalmából. A június 14-én vasárnap délután megtartott szertartást megelőzően Pálos Frigyes atya gyóntatott, majd megemlékezett Árpád atyáról, aki 1956-ban kezdte meg szolgálatát az Alsó Galgamenti településen. Ebben a világban is lehet bensőségesen, felelősségteljesen élni. És amikor Árpád atya is, és a két bátyja is pap lett, és amikor az Isten bennünket papokká hívott, igen, ezt csak boldogan lehet csinálni. De Árpád atya ebben kitűnő módon nekünk is példát adott, hogy hogyan kell a mai papi életünket úgy berendezni, hogy az igazi boldogságra tudjuk elvezetni a ránk bizottakat. Volt rá joga, volt rá példája saját családjából, és a papi életében az ő helytállása, az, hogy ő minden nap felkínálta magát az Isten szolgálatára és a hívek szolgálatára, hogy a boldogság végső forrásához a híveit elvezesse. Mert a papi életünknek ez az értelme. Nem csak szilveszterkor állítunk össze egy kimutatást, mennyit kereszteltünk, mennyit temettünk, most mindig kevesebbet, és a szavunk beleszorul a templom falai közé, vagy talán kevesebbet predikálunk, kevesebbet ülünk a gyóntatószékbe, emlegetjük Viennai Szent Jánost, igen, és egyebeket, pedig ezt a világot senki más nem fogja megváltoztatni, és az embereket boldoggá tenni csak gyerekkortól kezdve lehet, és ebben egy óriási eszköz kell legyen a mi papi szolgálatunk. Én erre emlékezem most, amikor gondolok az ő 100 éves születésnapjára. Az elkötelezett, mélyen gyökerező hivatástudattal, munkabírással megáldott lelkipásztor, Nagy Árpád atya működése alatt került sor az új főoltár megépítésére, a szentély és a hajó padozatának cseréjére, a Mária oltár felújítására, majd a külső részek rendbehozatalára is. Frigyes atya megemlékezését hálaadó szentmise követte, melynek főcelebránsa dr. Beer Miklós megyéspüspök a szertartás kezdetén felszentelte a külsőleg megszépült, felújított templomot. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz, újra meg újra visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örökisten, áraszt ki kegyelmedet erre a galgahévízi templomra. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik. Add, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét, Krisztus, ami Urunk által. Áld és szenteld meg, Istenünk, ezt a felújított templomot. Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. És áldjon meg benneteket is a mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. A galgahévízi római katolikus templom homlokzat felújítására és a toronysüveg rekonstrukciójára a Darányi Ignác terv keretében 2013-ban 28 millió forintot nyert az egyházközség.
A pályázat beadásában és kezelésében az önkormányzat is hadható segítséget nyújtott. A mai napon annak köszönhetően állunk itt gyönyörködve a felújított Galgahévízi templomnál, hogy sok ember segített megvalósítani ezt a nagy beruházást. Isten iránti hálával gondolok minden intézményre és egy-egy emberre is, akik munkájukkal, szaktudásokkal, adományaikkal, jó tanácsaikkal és jó indulatokkal támogattak minket. Köztük vannak Váci Egyház megyei hivatal, Észak-Kelet-Pest megyei Léder Egyesület, Pest megyei kormányhivatal, Érdi járási hivatala és a Galgahévízi önkormányzat. Különösen hálát adok azokért az emberekért, akikkel személyes kapcsolat alakult ki közöttünk. Az első csoportban mérnökök vannak. Tervező, statikus, műszaki ellenőr, felügyelők és úgy intéző különböző az előbb említett intézményekből. Második csoportban a kivitelezők, akik a tarancsisoknál és a homlokzott felújításnál dolgoztak, gyakran a nehéz időjárás ellenére is, és akik elkészítették az új ablakokat. Következő csoport az egyház községi tanástagjai és hívei, akik a munkák megszervezésével, munkájukkal és adományukkal támogattak ez idő alatt ezt a művet. Külön hálámat szeretném kifejezni a püspöki hivatal, a Galgahévízi önkormányzat és a hívek iránt, akik anyagilag is támogattak bennünket, és ennek köszönhetően meg tudtunk oldani minden olyan problémát, amelyekkel csak a munkálatok alatt szembesültük, és nem szerepeltek a pályázati költségvetésben. A háladó szentmisét püspök atya a környező települések egyházközségeinek plébánosaival közösen celebrálta. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést. Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd így folytatta: mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor a földbe elvetik, kisebb minden más magnál a földön. Amikor azonban elvetik, kikel, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszéddel hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Amikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Nagy Árpád atya 100 évvel ezelőtt született. Mindig meghatódom attól az élménytől, amikor egy előre eltervezett ünnepnek, évfordulónak a kapcsán kinyitjuk a Szentírást, az aznapra rendelt szentírási szövegeket. És akkor én mindig úgy érzem, hogy az Úristen pont így üzen nekünk, és ad egy nagyon időszerű, nagyon érthető tanítást. Több mint egy esztendővel ezelőtt készültünk erre a mai napra. Tavaly volt 10 éve annak, hogy elbúcsúztunk tőle itt a temetőben, és ma az ő 100. születésnapját ünnepeljük. És kinyitjuk a Szentírást, és most hallottuk, mindnyájan hallottátok, ezt a jézusi tanítást a mustármagról, az elvetett magról. Lehet ez véletlen? Úgy emlékezünk Árpád atyára, ahogy hallgattuk most Pálos Fici atyának, nekem szabad így nevezni őt,
kedves tanáromnak a szavait, hogy Nagy Árpád atya egy boldog pap volt. De rögtön hozzáteszem, egy jó pap volt. És ennek a bizonyítéka, hogy ma itt vagytok. Boldog pap és jó pap, ez összekapcsolódik. És az a kisgyermek 100 évvel ezelőtt erre született, mint egy pici kis mustármag, hogy az Úristennek papjaként, boldog jó papjaként egybegyűjtse Isten hívő népét, benneteket. És természetesen ebben a megújult szép templomotokban gondolnunk kell, gondolnotok kell mindazokra, akik itt ültek azokon a helyeken, ahol most ti ültök. Szüleitek, nagyszüleitek, akiken keresztül az Úristen meghívott benneteket is az egyház közösségébe, és akik tanítványai voltak ennek a boldog jó papnak. A hálaadó szentmisén közreműködött a 60-i Szent Adalbert egyházi kórus. A szentmisét követően emléktáblaavatásra került sor a templom kertben. A térség országgyűlési képviselőjének köszöntő levelét a település polgármestere tolmácsolta. Szent István királyunk a fiához intézett intelmeiben így ír. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a Szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. Tisztelt Galga Héviziek! Aki tehát az Isten házát gyarapítja, boldogabb és hosszabb életet remélhet. Ebben a reményben ünnepelhetnek ma önök a megszépült, megújult templom adta, áhítatott, sugárzó környező környezetben. Ezzel a felújítással olyan templomépítő erődök nyomdokába léptek ma, mint Makai István, Kemény Géza vagy Acél Aladár plébánosok, akiket követve Szent Istváni intelmeket egyre gyarapították a hévízi templomot, a hévízi egyházat. Az 1956-ban feszült helyzetben a községbe érkezett Nagy Árpád úgy illeszkedett az új környezetbe, hogy hamarosan a gyarapító plébánosok sorába lépett. A mai ünnepnek így vált részesévé. Ma, amikor az emléktábja hirdeti kezdi a virágzó szorgalom emlékét, hisszük azt, hogy a 100 éve született, milyen gyökerező hitvallás tudattal megáldott ember lenne a legnagyobb ellenzője ezen ünneplésnek. A nagyságot nem az emléket állító gránit hirdeti, hanem azok a tettek, amelyeket véghez vitt, azok az alkotások, amelyek a keze nyomán születtek. Azt mondaná, az érdem a közösségé, az övé csak szolgálat volt. Ez az ünnep tehát az önök, mindannyiunk ünnepe, hirdeti, hogy a támogatás, amelyet a felújításhoz kaptak, és amit jól egészítettek ki, méltó helyre került. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a vidéki Magyarország egy kis darabja ma ehhez az ünnephez érkezhetett. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg ezt az emléktáblát,
és töltsd el szívünket szent lelked kegyelmével, hogy mindig figyelmeztessen bennünket arra a hitre és szeretetre, amelyet Nagy Árpád plébános úr tanúsított. Áld meg Istenünk ezt az emléktáblát, hogy akik Árpád atya tiszteletére emelték, az ő példájából merítsenek erőt, és majdon ők is példaképei legyenek a következő nemzedékek számára Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Áld és szenteld meg Istenünk ezt az emléktáblát, Atya, Fiú és Szentlélek. A Galgahévízi Egyházközség a Szentmisét követően Agapéra invitálta az ünnepség résztvevőit, melynek keretében megnyitották Nagy Árpád atya plébánián kialakított emlékszobáját, melyet június végéig lehet megtekinteni. Az ünnepi hálaadó szentmise teljes felvételét hamarosan megtekinthetik itt a Régió Plus televízió műsorán.